Napsütéses időben várta a Kreatív Kuckó programjai a Mezei István Művészeti Központ udvarán a kikapcsolódni szórakozni várjó családokat az elmúlt héten. Csütörtökön a Sajó Menti Népművészeti Egyesület tagjaival kézműveskedtek az apróságok, a népi játszótéren pedig megismerkedtek a régi korok játékaival. A délután a Bogár Muzsika nevű gyerekzenekar zárta nagy sikerrel. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök. 2011 körül alakultunk, akkor érett meg a gondolat a zenekarnak a megalapítására. Én azelőtt egyébként Bogár Muzsika foglalkozást tartottam piciknek, tehát a gyerek közeli foglalkozás az már régi történet. Öten vagyunk alapvetően a színpadon, zongora, harmonika, gitár, basszus, gitár, dob, és vokál minden fronton. És hát elég változatos zenét játszunk, igyekszünk úgy saját szerzeményeket zömével egyébként játszani, hogy ne csak a gyerekeket kösse le, hanem a szülők is nagyon jól érezzék magukat. Az interaktivitás nagyon fontos eleme ennek az egész előadásnak, mert nyilván a gyerekeket azzal tudjuk megmozgatni, megfogni, és hát nagyon reméljük, hogy itt is egy nagyon sikeres koncertet adunk most. Pénteken az állandó programok mellett a mozgékonyabb gyerkőcök számára is akad bőven program, hiszen nagyon ütős néven játékos sportvetélkedővel is készültek a szervezők, valamint fellépett az Apacuka gyerekzenekar. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Kazinc Barcikán. Nagy örömmel jöttünk. Ha jól emlékszem, pár éve már játszottunk itt, nagyon jó volt a közönség. A zenekarról mit érdemes tudni? Nagyon sok mindent, bár most az idő rövidsége miatt csak annyit mondanék el, hogy 11 éve dolgozunk együtt, mint Apacuka zenekar. És ami nagyon fontos tudni az együttesről az az, hogy mi nem csak zenésztársak, kollégák vagyunk, hanem barátok vagyunk ősidők óta. És mindannyian zenéltünk, ezt megelőzően is más zenekarokban, funky zenekarban, punk zenekarban, rockzenekarban, világzenészként is, és ezért van talán az, hogy az Apacuka zenekar sokszínűsége ebből fakad. Innen örököltük azokat a dolgokat, amik jellemzőek a zenekar zeneiségére, és azt gondoljuk, hogy a fiatal generációnak meg kell ismernie mindenféle zenei műfajt ahhoz, hogy majd ők kiválaszthassák, ha nekik tetszőt a későbbiek folyamán. Az interaktivitásra vonatkozóan pedig azt szeretném elmondani, hogy mi mindig úgy készülünk, hogy maximálisan bevonjuk a kedves közönséget. Nagyon-nagyon sok dalunk van, de a koncertekre kifejezetten azokat szeretjük hozni, amiben ők is részt tudnak venni. Hiszen az élmény elmélyítése borzasztó fontos olyan szempontból, hogy ők aktív részeseivé válhassanak a produkciónak. Ezért mi szeretjük, ha nem csak a kicsik, hanem a nagyobbak, az anyukák, apukák és a nagyszülők is részt vesznek. Tehát gyakorlatilag a táncolás, az éneklés, mint olyan, úgy gondoljuk, hogy motiválni fogja az összes jelenlévőt itt a koncertünkön. Nincs jobb dolog családnál, jó a palacsinta a mamánál, és ha a Dunánál becáznál, mindig van horgászbolt a papánál. A családban apa szuperhős, feleség követte anyát, így lett nős. Anya egy álom szép angyalka, jó lenne, ha apa reá hallgatna. Minden kislány király lány, apa szeme fénye, ki vigyázz rám. Minden kisrác egy hős lovag, anya, ha ránéz, elolvad. A
szombati napon a Filcvilág Varró Műhely, az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör és a Makadémia Anyagtudományi Játszóház foglalkozásain vehettek részt az apróságok. Hát ugye most nagyon sok izgalmas programot hoztunk ide Kazincbarcikára. Hoztunk például ilyen sztereomikroszkópos anyagtudományi bemutatót, különböző hétköznapi tárgyakat, fűszereket, rovarokat lehet megnézni, valamint érmekészítéssel készültünk még itt a gyerekeknek. Ezen kívül még ilyen zselélabda készítés, valamint lávalámpát is készíthetnek az érdeklődők, valamint van hengerfej puzzle is, ami nagyon különleges. Emellett próbáljuk népszerűsíteni egy kicsit az anyagtudományi kart és az anyagtudományt, mint tudományterületet a fiatalokkal, gyerekekkel. A délután folyamán fellépett a Kifli zenekar a varázskincses ládájukkal, akik nagy sikert arattak a gyerekek körében. A Kifli zenekar 2018-ban jött létre, de korábban valamennyien egy igen ismert és népszerű, szintén gyermekeknek játszó együttesben játszottunk, tehát a társaság régóta ismeri egymást, és itt a Color Festen, illetve még ennek az elődjén a borsodi nyáron is több alkalommal volt szerencsénk föllépni, úgyhogy nagyon-nagyon örömmel jöttünk most is. A zenekar frontembere Körmendi Dávid, aki kellő hiperaktivitással mindenkivel megtalálja majd a hangot. Egyébként nem sokára interjúban is megmutatja ezt a kicsit túlmozgásos énjét. Marojevic Zsolt brácsán, illetve egyéb vonós hangszereken közreműködik, de az egyéb vonós hangszerek jobbára a lemezen hallhatók, tehát koncerten most brácsázni fog. Szabó Tibor gitáron, tamburán, illetve elektromos gitáron, most azt hiszem ezek lesznek a színpadi eszközei, én pedig Széke Zoltán vagyok, és fúvós hangszereken, furuján, szaxofonon, tárogatón játszom. Széles puszták kakasa, hosszan lelóg tolvajsza. Jaj, de büszke a kakas, mert a fejed darajas. Ha jól lakik, azt mondja, város óra nincs gondja. Ha jól lakik, azt mondja, város óra nincs gondja. Hely, az a sok madár, aki égen vigyozzál, bár csak madár lehetnék, szabad égen szárnyolni. Hely, de az a sok madár, aki égen vigyozzál, bár csak madár lehetnék. Na, figyelj, jöttök, jöhet a madár. Azt tudom, hogy hál' Istennek a zene annyiféle szegmenséről jött össze a zenekar, hogy így egy konkrét stílust, hogy most countryt vagy igazából mindenféle stílusban szeretünk belekóstolni, és azt egy picit úgy megfűszerezni, vagy megbolondítani, hogy a gyermekek és a koncerten lévő felnőttek számára is élvezhető és fogyasztható legyen, de a reggitől, a rocktól elkezdve funkig, népzenei motivumok, minden jelen van, ugyanis Széke Zoltán, furujásunk, szaxofonosunk, kavalosunk, ugye népzenei világból érkezett, Marojevic Zsolt, brácsásunk az operából, Szabó Tibor, hangszerelő gitárosunk, a pengetős hangszerekért felelős, ő jazz, rock világból érkezett, jó magam pedig kicsit a gyerekszínház és a zene felől pedig inkább a rap és a rock vonaláról jöttem, de ez a szerencsés találkozás, ennek a négy embernek a szerencsés találkozása, és ez a sok műfaj kavalkád, ez nagyon szép és nagyon jó pofa dolgokat tudott szülni, remélem, hogy majd lesz alkalmatok belehallgatni a koncert alatt. Az interaktivitás meg szerintem hát eléggé leizzadok a koncert végére, tehát majdnem egy Rubin Tréka show-val felér, úgyhogy elég interaktív, mert még ha én nem is a gyerekek, tehát ha én nem is mozgatom őket, egy csomószor a gyerekekben annyi energia van, hogy az viszont átragad rám, és észre se veszem, és már egy fél órája csak ugrálok. Úgyhogy ráadásul zenekarunk egyik nagyon fontos tagja, varázskincses ládánk, és ő keveri nekünk a dalokat, belőle érkeznek mindig a következő dal, a gyerekek egy varázsigével, a kincses láda nyíkivel kinyitják, aztán mindig a koncert elén csak kincses láda nyík, és a koncert végére már leszakad az ember feje, úgy üvöltik, hogy valami lesz a következő szám, és akkor a kincses láda adja nekünk a következő dalt, akkor a kicsit elbeszélgetünk a következő dalnak, a Nincs szemmadár, mint a lúd, egy tükröt tartó lúd rajzva hozzá, és akkor az unka dzsunkánál egy vörös hasú unka békáról szól a dal, akkor ott megbeszéljük, hogy miért vannak pöttyök a béka pocakján, hogy mérgező, vagy mit jelent, nem
bárányhimlős, meg nem szúnyogok csipkették, úgyhogy van elég kommunikáció, hál' Isten, a gyerekekkel is, de ha még nem lenne, szerintem a gyerekek akkor sem bírják ki, és hál' Isten, ez egy nagyon jó dolog. Vasárnap festőiskola, a jól ismert kézműves játszóház és koncertek szórakoztatták a kilátogatókat, ahol fellépett az Iszkiri és a Kicsi Gesztenye klub is. A tegnapi nagy koncertek, illetve a felnőttek után ma a gyermekeké a főszerep itt a Meze István Művészeti Központ udvarán. A főszereplő a gyerekek mellett pedig nem más, mint az Iszkiri zenekar. Hát mit érdemes tudni az Iszkiri zenekarról, hiszen perceken belül a színpadra álltok itt a 7. Color Fesztiválon. Hát az Iszkiri zenekar az alapvetően pedagógus apukákból alapult. Eredetileg zenetáborokat csináltunk gyerekeknek, és aztán arra gondoltunk, hogy miért ne csinálnánk ezt az év többi részében is, és akkor így alakult meg az Iszkiri zenekar. Nagyon-nagyon széles zenei skálán mozgunk, mert úgy gondoljuk, hogy a gyerekek mindenre nyitottak, tehát nem csak egyféle stílus, hanem mindenfélét bemutatunk nekik, és hát természetesen nagyon sokat mozgunk, bulizunk velük közösen. Mennyire interaktív a műsor, mennyire saját dalok, mennyire feldolgozások hallhatók a műsorban? Szerencsére nagyon népszerűek a saját dalaink, így aztán szinte csak saját dalokat játszunk, és hát természetesen nagyon-nagyon sokszor bevonjuk a gyerekeket, együtt táncolunk, együtt éneklünk velük. Hogyan látjátok egy-egy fellépés során, mennyire lehet a gyerekeket bevonni úgymond a játékba, mennyire lehet bevonni a műsorba őket? Nagyon lelkes közönségről van szó szerencsére minden esetben. Sokkal könnyebben mozdíthatók, mint a felnőttek. Ők még nem szégyenlősek ez ügyben, hogy nekiálljanak táncolni, bulizni. Balra zár, begyet és popót, megri szár, aztán csúszódni kezd, mint a nagy papa. Ilyen ez a kacsa-csa-csa-csa, gyere még egyszer! Hogy jobbra zár, balra zár, begyet és popót, megri szár, aztán csúszódni kezd, mint a nagy papa. Ilyen ez a kacsa-csa-csa-csa, csa-csa-csa, húúúú! A mai napon a főszerep itt a Meze István Művészeti Központ udvarán a gyermekek, illetve a gyermekek mellett a Kicsi Gesztenye klubé. Mellettem áll Veszeda Gábor, a csapatnak a menedzsere, a csapatnak a mindenese. Gábor, mit érdemes tudnunk erről a remek Kicsi Gesztenye klub csapatról? Köszöntöm a nézőket és a jelenlévőket, és akik vannak, igen, szép szám, hogy gratulálok nektek, mert ez egy gyönyörű szép szám. A Kicsi Gesztenye klub, azt kell tudni, ez egy mesesorozat, ami gyakorlatilag 2015 óta létezik, és hát mondhatom azt egyrészt nagyon büszkén, hogy gyakorlatilag ilyen pályán ívelünk felfelé. Egyre többen nézik a műsorokat, egyre többen kíváncsiak a videóinkra a YouTube-on, egyre többen nézik a Minimaxon a műsort, és hát tavaly tettünk egy óriási lépést, ugyanis 8 másik európai országba is kiléptünk a sorozattal, mert hát volt rá igény, és van is rá igény, úgyhogy folyamatosan fejlődünk. Egyébként azt kell tudni magáról a sorozatról, hogy ez egy ismeretterjesztő gyermeksorozat. Van 4 főszereplőnk, a 4 őselemet megtestesítő figurák, és hát Liza a kislány, akit ugye mindenki ismer, legalábbis azok, akik szokták nézni a Kicsi Gesztenye klubot. De itt egyébként a mai fesztiválon nem Lizával fognak találkozni a gyerekek és a felnőttek, hanem a Minimaxnak a 2 figurájával, Minivel és Maxsal, ezt már biztos láttátok a különböző reklámokban, a tüsiajú fiú meg a kislány, hát őt életre keltettük mind a kettőt, és összehoztunk egy olyan közös műsort, hiszen mi azért eléggé össze vagyunk bútorozva a Minimaxsal, nagyon kedvesek és segítőkészek a legelejétől kezdve az együttműködésünknek. A lényeg, hogy csináltunk egy új showt, amiben bizony Mini és Max a Kicsi Gesztenye klubbal együtt fog majd a gyerekeknek egy csodálatos produkciót tartani. Ha a mai előadásról beszélünk konkrétan, mennyire interaktív, mennyire vonjátok be a gyerekeket ebbe a hát frenetikusnak ígérkező estébe? Az interaktivitás egy nagyon érdekes kérdés, mert majd meglátjátok ti is, meg a nézők is, hogy gyakorlatilag az első dal felcsendülésétől a gyerekek már rajta vannak a kordonon, éneklik folyamatosan, tehát hogyha ez interakció, akkor azt hiszem, hogy ezt bátran lehet interakciónak nevezni. De természetesen közben is azért aktivitásra hívjuk a gyerekeket. Mondjuk ezeknél a környezeteknél, ami egy fesztivál, ugye a kordonon el vannak választva a gyerekek, itt azért nehéz, inkább hogyha színházban vagyunk, vagy művelődési házban, ott azért könnyebb interakcióra szólítani a gyerekeket, de ez majd legyen az előadásnak a része, meglátjátok, hogy üvöltve fogják énekelni egyébként a szülőkkel együtt a dalokat. A szórakoztatás mellett mi a célja magának a Kicsi Gesztenye klubnak? Van-e esetleg ismeretterjesztő része, vagy van-e olyan része az egész produkciónak, az egész brandnek, ami által mondjuk a gyerekek tanulhatnak bármit ebből a produkcióból?
javarészt erről szól a produkció maga. Tehát az epizódainkban mindig van valamilyen felvetett probléma, amit a szereplők igyekeznek megoldani, ugye Lizával együtt természetesen, hol egyik esetlen kicsit, hol másik tudatlan kicsit, és így adják a gyerekek tudatára, mesés történetek keresztül, hogy például hogyan keletkezik az eső, mit nem szabad otthon csinálni a gyufával és egyebek. De egyébként ez a dologba is bele van építve, tehát ha mondjuk a Jelzőlámpa című dalt emelem ki, ami a például a közlekedés viszontagságairól szól, akkor ott is megvannak az ismeretterjesztő verziók, vagy a 8 bolygó, ahol ezt ma is hallani fogjuk, ahol a 8 bolygó, ahol például a naprendszerbe visszük le a kicsiket, és végigmegyünk a bolygókon, hogy mi hol van. Tehát az a lényeg a Kicsik Eszterek klubnak, hogy játékos formában, nagyon könnyen emészhető módon, a 2 és ugye a 6-7 éves korosztályt megcélozva, adját azokat a mindennapi ismereteket, amire szükségük van. Kedves nézőink, egy rövid ismertető után mellettem beszed a Gábor, a következő percekben pedig hamarosan itt a 7. Color Fesztiválon, a színpadon a Kicsi Gesztenye Klub. A kézműves foglalkozásokon túl a Szimbiózis Alapítvány állati bulival készült a kicsiknek, kapcsolódva a mesekiállítás Mirmur napjához, ahol élő állatokat is simogathattak a gyerekek. A hét további részében, azaz kedden és szerdán is várja a Kreatív Kuckó a kicsiket és nagyokat egyaránt színes kreatív foglalkozásokkal.